Nagyszabású történelmet idéző rendezvény volt az elmúlt hétvégén a Pákozdi Mészekhegyen. Most következő szállításunk az emlékezésről szól. A 152 évvel ezelőtti Pákozdi Sukorói csatára emlékeztünk a múlt hétvégén, ahol egykor ágyú dörgött a mészekhegyi szeptember végi napsütésben, most hagyományőrző, korhű jelmezekben elevenítették fel történelmük jeles napjait. A történelmi évforduló alkalmából sportversenyre és főiskolások harci túrájára is sor került. Az elmúlt évben elhunyt dr. Gyurica Béla vezérezredes volt politikai államtitkár, a Honvédség és Társadalmi Baráti Kör Székesfehérvári Szervezetének örökös elnökének emléktábláját Simicskó István politikai államtitkár leplezte le. A Mészekhegyen lévő Szabadságharcos Emlékmúzeum felújított részét Szabó János professzor helyettes államtitkár avatta fel. Beszédében reményét fejezte ki a múzeum a honvédség népszerűsítésére, a fiatalság hazafias nevelésére szolgál majd. Ugyanezen a napon, szeptember 29-én a Magyar Honvédség Bregyó közben lévő létesítményében is nyílt egy kiállítás az évforduló alkalmából, ahol többek között Ormándi Mária csuhészobrász alkotásait láthatta a közönség. Miért lette meg Önt, hogy ilyen történelmi témájú csuhészobrokat készítsen? Először is nagyon szeretem a történelmet, és ami ezzel kapcsolatban fontosnak tartom, hogy 23 évig éltem Pákozdon, és az ottani légkör, a falunak a történelmi múltja késztetett arra, hogy a 150. évfordulóra elkészítsem ezt a sorozatot, és ez a sorozat ott állt a Csuhé Múzeumomban, és nagyon nagy öröm volt számomra, amikor azt a felkérést kaptam, hogy hozzám el ide, és ez egy nagyon jó érzés volt. Hozzám a Csuhé áll nagyon közel, egy nagyon értékes anyagnak tartom, és úgy éreztem, hogy akkor én ennek kidolgozom minden lehetőségét, és mivel 92 óta próbálkozom ezzel az anyaggal, úgy érzem, hogy sikerült úgy eljutnom olyan szintre, hogy ma már meg tudom mutatni az ebben rejlő összes lehetőséget. A megnyitón Demeter Zsófia történész és Csurgai Horváth József, a Székesfehérvári Városi Levéltár igazgatója által szerkesztett emlékkötet bemutatására is sor került. Ez egy nagyon alkalmi kiállítás, de igyekeztünk úgy válogatni ebben a kiállításban, hogy a fontos csomópontokra mutassunk rá. Csomópontnak tekintem azt, hogy hogyan alakult ki ez a fiatal hadsereg, amely először a Pákozdi csatában ütközött meg a hazára rátámadó ellenséggel. Aztán talán a legfontosabb tárgyunk ez a piros-fehér-zöld zászló. A zászló alkalmas arra, hogy az egész gondolatkört átérezzük a maga foszlottságával, azzal a történelmi háttérrel, amit ez a zászló átvészelt, és alkalmas arra, hogy egy kicsit elmélyedjünk az 1848-as gondolatokban. Természetesen kiállítottunk a Pákozdi csata hadrendjét, Móga János fényképét, és igyekeztem a Pákozdi csata történéseihez egy kicsit észrevétlenül hozzácsempészni az ozorai diadalt is. Nagyon örülünk annak, hogy éppen a Pákozdi csata évfordulójával sikerült a könyvbemutatóját összekapcsolni, hiszen az 1848 eseményeire emlékező konferenciáknak, az 1998-as konferenciáknak a tanulmánykötetét sikerült ezekben a hetekben megjelentetni. Ajánlom ezt a kötetet mindazoknak a figyelmébe, akik az 1848-as kutatások legújabb eredményeit, és meg kell mondanom, hogy a legújabb forrásait akarják látni, hiszen csodálatos ugyan, de 150 év után még mindig új források kerülnek elő, és bizony ezek olyan jelentős leletek, amelyek képesek a történelmi megítélést is megváltoztatni. A Pákozdi emlékműnél Fertő László Fejér megye közgyűlésének elnöke mondott ünnepi beszédet. Majd a honvédség politikai és a társadalmi szervezetek vezetői és polgármesterek helyezték el a megemlékezés virágait.